A helyi lakosok elmondása szerint az éjjeli vonatról csoportosan szállnak le a migránsok itt a Sándori vasútállomáson. Innen folytatják az útjukat gyalogosan vagy taxival. De nem csak éjszaka érkeznek menekültek Szabadkára. Szerdán napközben is befutott egy vonat, amelyről körülbelül 50 migráns szállt le. Irakból és Szíriából jöttek. Az egyik menekült állítása szerint sokszor csak útmutatásért vagy akár ok nélkül is kérnek tőlük pénzt. In train from Belgrade to this city to Subotica, please come to me and give my money. Give me money about 10 euro. And all of people left and we should say to we have to pay money 10 euro to police. Az egykori szabadkai téglagyárnál nap mint nap találkozni menekültekkel. Ezen a helyen pihennek meg, majd folytatják útjukat az Európai Unió egyik államába. I want to go Germany. Yeah. A sándori lakosok már teljesen hozzászoktak a menekültek látványához. Nem félnek tőlük, mert ha meg is szólítják őket, csak vizet vagy útbaigazítást kérnek. Zajsza nem a probléma, oni sú mírni, pralaze, jedu šlive, mi im dozvoljavamo da jedu vače, ponekad im damo vodu. Dosta često bežu policije, prepostavljam da je tu u pitanju represija i strah. A napközben érkezett migránsok szálláshely iránt érdeklődtek, majd taxival és a városi autóbuszjárattal hagyták el a vasútállomást.